Hello, hello! Majd videónk. Itt a helyzetről. Kaptam pár hírt az amerikaiaktól, amiket elkaptunk SMS-eket, e-maileket, telefonbeszélgetést, vagy úgy általában beszélgetést, úgy általában online, vagy meghallottuk. Például a publikus helyeken van a CCTV. Itt a gond. Az urak nem értik meg, hogy egy hölgy, az egy élő személy, Szerintem magyaroknál ez nincs, én, én, nem láttam ilyen dolgokat, jó? Tehát ti nem csináljátok ezt, hála jó Istennek. Itt azt szokták csinálni, hogy elmennek megint egy kávét, és azt mondják, hogy ez a szerelem. Együtt sem mutatkoznak, és közlik, hogy ez a nejem, meg ez a férjem, tehát mi csak állunk a pappal, ezek fehérek a legtöbb, itt egy csomó minden. Egy csomó pár nem volt pár, most szakítottak, kiderült, hogy másokkal szoktak lenni, tehát nem kell őket zavarni, jó. Tehát ez egy ilyen kialakult rendszer, én nem tartozom bele, nem kell őket zavarni, tehát semmi gond nincsen. Jó, idősek, fiatalok, nem kell ők foglalkozni, majd megadják egymást. Jó, itt az egyetlen gond, hogy vissza kell terelnünk a nőket, akiknek van három-négy gyereke, vagy egy vagy kettő, vissza a gyerekapjához, mint házas pár. Tehát most ezzel foglalkozik mindenki, legfőképpen a feketék, és nagyon kedvesek ez ügyben. A másik gond az el, hogy ezek még soha nem éltek együtt. Tehát itt, itt mi hülyét kapunk ettől, hogy kijelent egy nő, hogy én férnél vagyok. És hol egy gyűrűd? És össze-vissza, ilyeneket állít rólam, hogy én hazug vagyok, meg mentális, és be akar vitetni egy intézetbe. Emiatt én is, és mások is meg szoktuk őket verni most már, jó? Mert most már a happy genges, felgengesedett rendőröket is össze szoktuk verni. A mentősöket is megszoktuk verni, egyiknek sincs engedélye, nyugalom, ez nem Budapest, jó, itt nincsen Ceba János, csak szólok, itt én még a Ceba János, nincs engedélyük, emiatt öldözük őket, nem mennek kiszállni az autóból. <laughs> ha kiszállnak az autóból, többen oda szoktak menni, hogy mégis mi a fasznak jöttek, kik ők, mit gondolnak magukról, jó. Tehát itt, itt vissza kell, hogy térjenek a normális kerékvágásban, meddig azt hazudták, hogy ők. Zimbabvéből jöttek, mint kis herceg, női szolgák voltak otthon, emiatt elmélyeztük nekik, hogy most ők akkor nagyon ügyesen karbantartják, tudják, tartani a saját házukat, ugye? Mert most már kezdjük unni itt a hazudgárást. Jó, tehát itt elmentek dolgok rossz irányba, megyek, megnézem az imánbácsit, ők, ők egymás között így szervezkednek, csak majd még videókat, jó? Megpróbálom megmutatni azt a közösséget, ott van a legnagyobb probléma, ők össze-vissza vannak, tehát Megpróbálok ott videózni, hogy lássák. Azt is, hogy üresek az utcák, ö, ö, pedig most már dél elmúlt, de most meg, üresek az utcák, mindenki bujkál, össze-vissza beszélnek, a nők nem normálisak. Jó, nem tudnak választani a férfiak közül itt. Ez nem Budapest. Ti nagyon jól csináljátok ott semmi, ez itt totál más a probléma. Egy nap össze-vissza a 70-80 csávóval is, tehát, el, tehát elképesztőt jó, tehát össze-vissza hazudgálnak nekik. Itt egy csomó fiú, például a házban is, van kettő, ők szerelmesek lányokban, de látszik rajtuk, mert össze vannak törve. De csak egy lányba szerelmesek, jó? Velem nem próbálkoznak. Teljesen kulturáltak, nagyon aranyosak. Jó, tehát e, itt nem a fiúkkal van ám a baj. Egy pillanat, ennél a szekciónál a többinél fogalmunk nincs, mert nem hajlandó kiköltözni a szülői házból, össze-vissza bénáskodnak, ahelyett, hogy amerikaiak lennének, hogy ilyen sikereket érek el egyedül, olyan sikereket érek el egyedül, próbáljuk őket visszatéríteni, hogy legyenek már férfiak, és vállaljanak már felelősséget mindenféle dolgért, mert már a szüleik nem bírják őket, jó? Tehát itt ez a helyzet, elmentem megnézni az imán bácsiikat, videózok ott is. Puszi!